Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 12. fejezetének 9. versétől olvasom Isten igéjét. A szeretet nem képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Eddig Isten írott igéje. 17.-18. versét szeretném kiemelni. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, a tisztességre legyen gondotok minden ember előtt, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Először megint egy kicsit az összefüggésről. A Pál apostol abból indul ki, hogy a hívő ember az élet gyakorlatban Istennek szánja oda önmagát. És ha az ember ezt teszi, akkor az azt jelenti a gyakorlatban, hogy az ember hagyja, hogy az Isten megváltoztassa a hívő embernek a gondolkodását és a jellemét, hogy a hívő ember egyre inkább újra az Isten képmását mutassa meg. Mert ugyan Isten eredetileg az ő képmására teremtette az embert, akkor ugye nem azt kell keresni, hogy külsőleg miben hasonlít egy ember Istenre, mert annak semmi értelme, Istennek nincs teste, hanem a teremtett ember, egy férfi, egy nő, Isten által megáldva, együtt képviselik az Istent a viselkedésük által. Ahogyan beszélnek, amit tesznek, úgy mutatnak valami hasonlóságot Istennel. Ez az eredeti elképzelés, ugye? Ez az, ami tönkre megy, amikor az ember bűnbe esik. Akkor régebben azt szokták mondani, hogy eltűnt az Isten képűség, csak marad még egy kicsit belőle, csak az a baj, hogy akkor ugye az ember kezdi keresni, akkor hol van az a kicsi, ami még megmaradt. Nem arról van szó. Ugye már 2 vagy 3 évvel ezelőtt a táborban is megmagyaráztam, hogy az úgy kell elképzelni, hogy van valami szép, és ez el van torzítva. De ezért nem hasonlít az eredetire, mert teljesen el van torzítva, hogy már azt se lehet látni, hogy pontosan mi volt az eredeti, és ha emberi erővel kezdjük ugye visszatekerni a dolgot, akkor még csak rosszabb lesz. Tehát az eredeti mégiscsak ugye egy szép festmény volt, úgy mondjuk. Ha valaki ezt összetekeri, az akkor, hát az eredeti az jó volt, csak most már felismerhetetlenné vált. És Isten az, aki ezt helyre tudja állítani. Az ember nem. Ha az ember a saját erejéből próbál Istenre hasonlítani, csak még rosszabbá teszi a dolgot. Mert ez volt az ős bűn. Hagyni kell, hogy Isten, állítson helyre, vagy állítsa helyre bennünk az Isten képűséget, ami azt jelenti, hogy van, amikor tekerés van, tényleg visszatekeri, de az még nem elég, akkor ki kell simítani a ráncokat, sok minden történik.
De amikor az ember, a hívő ember odaszállja magát Istennek, akkor Isten pont ezt teszi. Elkezd dolgozni rajtunk, hogy az Isten képiség állítódjon helyre bennünk. A legnagyobb ismertető jel természetesen az, ami Istennek a legfontosabb ismertető jele, az éppen a szeretet. És ugye nem a szerelem, és nem a mézes-mázas szeretet, ugye az a képmutatás lenne, ezért így kezdődik ez a szakasz, hogy a szeretet nem képmutató. Tehát a szeretet az nem az, hogy úgy tűnik, vagy úgy néz ki, a szeretet az, ami belülről jön. Az ön feláldozó szeretet, ugye az az Isten szeretete. Aki még akkor is elküldi a saját fiát a világba, hogy az ő ellenségei megtérjenek, és örök életet nyerjenek, amikor előre tudjon, hogy ezek az emberek a keresztre fogják feszíteni azt a fiút. De hát éppen úgy alakította ki Isten a dolgokat, hogy éppen az lesz a megoldás. Amikor az ember a legsátánibb dolgot megteszi, hogy keresztre feszi, tehát el akarja tüntetni az Istent a világból, Isten úgy alakította a dolgokat, hogy éppen az lesz a megoldás. Amikor az ember felfogja, hogy ha most jönne az Úr Jézus a világba, és nem lenne senki más a világon, csak én. Ha Istenem segít rajtam, akkor én feszítem keresztre az Úr Jézust. Akkor engem fog idegesíteni. Mi ez az isteni szeretet? És ha ilyen szemmel olvassuk végig ezt a szakaszt, akkor ugye láttuk, hogy Pál apostol először kiemel bizonyos példákat, hogy akkor a szeretet a gyakorlatban hogy néz ki. Először úgy emeli ki, hogy ezt mindenki külön-külön is meg tudná tenni, aztán itt már olyan dolgokra, vége fele már olyan dolgokról szól, amikor Pál apostol inkább a közösségre gondol, ugye múlt héten beszéltünk erről, és akkor jön ez a 17.-18. vers. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, a tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. És ugye ez a kettő egymáshoz tartozik. Ami tisztességgel van lefordítva, az úgy is lehetne lefordítani, hogy a jó, a helyes. Ami illik, de nem az emberek szemében, nem az a legfontosabb, ami illik Isten szemében. Azt kellene cselekedni, és pedig az emberek szeme előtt, direkt így mondja Pál apostol. De azt mondja, hogy mi az, amit nem kell csinálni, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Bár alapvetően mi ezt szeretjük. Tehát ha valaki bánt engem, tehát gyárilag így vagyunk beprogramozva a bűnbeesés óta. Ha valaki bánt engem, akkor majd találom a lehetőséget, hogy azt visszafizessem neki. Lehet, hogy a fejemben is van egy könyvelés. Pontosan tudom, hogy ki mennyivel bántott engem, de hát akkor azt majd visszafizetem neki. De hogy lehet ezt visszafizetni? Hogy csináljuk azt? Hogy fizetjük vissza a rosszat a rosszal? Általában leplezett módon. Szépen becsomagoljuk. Majd találjuk. Csak a gyerek még nem, a gyerek még őszinte. Ha az osztálytársam engem fölpofoz, akkor visszakapja így erőből. Pák. A felnőtt ember ezt már szépen így becsomagolja. Ugye nem szoktuk egymást nagyon felpofozni, vagy nem az a leggonoszabb dolog, amit a felnőtt ember tehet a másiknak, hanem tönkre teszi a hírnevét, nem tartja be a szavát, megígér valamit, de nem csinálja. Ez ugye mindig leppel alatt történik, sötétben. Hogy hirtelen észreveszem, hogy rosszat tesznek velem. Hogy megígérnek valamit, nem teszik meg. Azt mondjuk, hogy vissza fogják adni, nem adják vissza. Valamit megígérnek, és nem teszik meg. Megszegik az esküt, sok minden történhet. És ha nem figyelek oda, akkor az első gondolatom az, hogy na, majd meglátja. Akkor nekem is lesz egy ötletem. És előkezdem készíteni a dolgokat, stiklíben. Ő ne vegye észre. Akkor vegye észre, amikor már pátsz, ott van a csapdában az illető. Sokat kell előkészíteni, ha vissza akarjuk fizetni a rosszat, valami gonoszszal. És ha kicsit körülnézünk a világban, vagy akár a saját szívünkben, akkor gondolom, mi látjuk azt, hogy milyen sok energiát pazarolunk el arra, hogy kitaláljuk, hogy kinek mit fogunk visszafizetni, milyen érdekes csapdával. Mert ő ezt ki kell gondolni, ő ne vegye észre, ezt elő kell készíteni,
és akkor majd kiröhögjük, amikor majd rájön arra, hogy most visszakapta. És amikor visszakapta, akkor ő ugyanúgy fog gondolkodni, és ugyanúgy fog cselekedni, akkor is, ha ő kezdte el az egészet. Rúja, még ha a gyerekeket is számon kérjük, hogy mi történt, akkor a gyerek képes arra azt mondja, hogy hát az egész úgy kezdődött, hogy ő visszaütött. Nem? Tehát az volt a baj. Tehát én csak. De hát ő visszaütött, tehát abból lett a baj, a balhé. Nem. Teljesen mindegy, hogy melyik oldal kezdi. Ez soha nem fog megállni. És vannak emberek, akik azt gondolják, hogy de hát ez van benne az Ószövetségben. Fogad fogért. Ugye? Mintha, tehát mindenkinek joga lenne, ha engem bántanak, akkor visszaütöm. És tényleg benne van ez a mondat, ez a kifejezés az Ószövetségben. Fogad fogért. Az benne van abban a részben, ahol Isten a bíróknak elmagyarázza, hogy milyen lesz valakinek a büntetése. Ha valaki szándékkal rosszat tesz a másikért, kiütötte a másiknak a fogát, kivizsgálják az ügyet, mi legyen a büntetés? Hát az legyen neki a büntetés, amit elkövetett a másik ellen, de azt a bíróság mondja ki, nem én döntöm el, a bíróság mondja ki. Ez az akkori időkben egy óriási, korlátozó erő volt, hogy a büntetés ne legyen súlyosabb, mint az eredeti bűn, amit az illető elkövetett. Legyen egy korlát, hogy ne járjon halálbüntetés egy pitiáner dologért, hanem legyen arányos. De az nem arra mondta Isten, hogy tehát ha engem bántanak valamiben, akkor ugyanannyit szabad nekem ezzel visszafizetni. Nem arról van szó. A Pál apostol ugye azt mondja, hogy és ha engem bántanak, akkor én mit csináljak? És érdekes a folytatás, mert ugye Pál apostol úgy mondja, hogy hát mi az emberek előtt jót teszünk. Ez a válasz. Aki a rosszért rosszal akar fizetni, az a sötétségbe lepel alatt fog valamit kitalálni. Mert engem megbántottak. És valahogy szerintem Pál apostol itt abból indul ki, hogy nem kell meglepődni, hogyha valaki rosszat csinál nekem. Hogy sok ember rosszat fog csinálni ellenünk. Szándékosan vagy szándék nélkül. Azt mondja, hogy de erre mi a válasz? Erre az a válasz, hogy első lépésként, hogy mindenki szemmel láttára kezdem el csinálni a helyes cselekvést. Teljesen mindegy, hogy milyen bunkó emberek között élek, teljesen mindegy, hogy milyen pletykák vannak a munkahelyemen, vagy milyen stiklik vannak a munkahelyemen, teljesen mindegy, amikor rólam van szó, akkor én példát mutatok mindenben. De nem képmutatásból ám, ugye? Tehát nem úgy van, hogy ilyen vallásos mázzal, és még vallásos szöveggel is, hogy ennél jobb ember vagyok. És akkor őket szépen lenyomom, ugye, mint állatok. Hát én tudom csak, hogy kell viselkedni. Én vagyok itt az ember, hát ők nem is tudják. És ezért ilyen kicsi gőgből lehet így viselkedni. Ugye az egész itt a szeretetről beszél. Mit csinálok? Hogy az emberek előtt is Istent tartom szem előtt. Teljesen tök mindegy, hogy milyen környezetben élek, teljesen mindegy, hogy az emberek körülöttem rólam mit mondanak, velem mit tesznek, nem az a lényeges. A lényeges az az, hogy amit mondok, amit csinálok, az vajon Istennek tetszik-e. Az az illő. Az a jó. Nem az a jó, ami nekem jó, nem az a jó, amit az emberek jónak mondanak, az a jó, ami Isten szemében jó. És lehet, hogy nekem nem kell más. És lehet, hogy az emberek azt mondják, hogy hülye vagy. De nem az a szempont. Mert nem én vagyok a bíró, nem az emberek a bírók, hanem az Úr Jézus lesz a bíró majd. Ő mondja az ítéletet. Az ő ítélete számít csak. Ha velem rosszat csinálnak, mit teszek? Akkor először elmondom az Istennek, hogy ez fáj.
Azért, ha ott maradt, az nem jó. Neki mondom el a panaszt. Tőle kérem a vigasztalást, a balzsamot. És utána nem a világhoz próbálok alkalmazkodni, hogy ha ilyen a világ, akkor majd én is, hanem az emberek előtt szeretetből, alázatosan megteszem azt, ami Istennek tetszik. De ennek mi az értelme? Hát az értelmét itt Pál apostol nem részletezi, ugye? Pál apostol csak mondja a tanításokat, de ugye Pál apostol ezt nem magától találta ki. Pál apostol nagyon jól tudta, hogy az Úr Jézus mit tanított. És Pál apostol érdekes módon itt a hegyi beszédre utal ezzel a tanítással. Az Úr Jézus valami hasonlót mondott, amikor azt mondta a tanítványainak, és azoknak, akik hallották őt, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsővítsék a ti mennyei atyátokat. Most akkor mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, amikor azt emelte ki, hogy figyeljetek ide, ti vagytok a világ világossága. A világ sötétségben van. Aki nem fogja fel Isten dolgait, az nem tud semmit az égvilágon. Nem ismeri önmagát, nem érti a világot, csak próbál valamit csinálni. Ha keresztény közegben él, akkor lehet, hogy elcsíp dolgokat, de nem fogja teljesen megérteni, hogy miről van szó. Ugye ez az úgynevezett nyugati kereszténykör, vagy keresztény kultúra, amiről most beszélnek, hogy bizonyos dolgokra hivatkoznak, mintha ez lenne a keresztény Európa, de gőzük nincs, amiről van szó. Nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy most Németországban, Bajorországban azt találták ki, hogy minden középület előcsarnokába egy keresztet kell kitenni, azzal a szöveggel, hogy a kereszt a kultúránknak a jele. És még az egyház is mondta, hogy de gyerekek, nem arról van szó. Ez nem egy kultúra. Ez a hitünknek a jele, a kereszt. Nem a kultúrának a jele. Ne keverjük össze a dolgokat. Mert a kultúra az a máz. A hit az az, ami belülről jön. Tehát ott tartunk. Képmutatás. Arra még emlékeznek az emberek. Ha valaki ezt belülről csinálja, akkor már kiröhögik. Tehát erre mondja az Úr Jézus, hát csak aki ismeri az Istent, ismeri önmagát, tudja, fogja fel, hogy működik a családi élet, a gyereknevelés, sok minden más, csak ő tud világosságot hozni a világba. Erre mondja az Úr Jézus a tanítványainak. Ti vagytok a világ világossága. És azt nem is lehet elrejteni. Nincs is semmi értelme elrejteni. Ezt egyszerűen fel kell fogni, hogy ez van. De mikor fogják látni azt a világosságot, amiben én élek? Ha én azt emberek előtt fel is vállalom. Hogy bármilyen közegben vagyok, nekem az a fontos, hogy az Úr mit mond. Ahhoz ragaszkodom. És akkor olyan vagyok, mint egy lámpás egy sötét helyen. Nem is tudom, hogy ez meddig jut el, ez a világosság. De egyszerűen megteszem Isten dicsőségére, és valamikor látni fogják. És itt azt mondja az Úr Jézus, hogy végső soron valamikor az lesz a következménye, hogy nem engem fognak dicsérni, hogy milyen jól viselkedsz, azt nem kell elvárni senkitől. Lehet, hogy soha nem fog megtörténni, de azt mondják, hogy majd az emberek dicsőíteni fogják a mennyi atyátokat. Hogy valamikor valaki fel fogja fogni, hogy ahogyan a hívő ember cselekszik, az nem normális. Az hogy lehet, hogy mindenki rosszat mond róla, és ő annak ellenére minden reggel fütyül megy a munkahelyére, és ezt ő megteszi a jót, ami Isten szemében a jó. Az hogy lehet? És akkor el lehet magyarázni, hogy hát nem akarod tudni, hogy minden este elsírom magam az Isten előtt, és elmondom neki, hogy én már nem szeretnék oda járni, én ezt alig bírom, de megkapom vigasztalást, hogy holnap is oda megyek, mert Isten engem oda helyezett, akkor oda megyek, és akkor holnap is azt fogom tenni, ami jó az Istennek, mert végső soron nem az az érdekes, hogy az emberek mit mondanak és mit gondolnak. Végső soron az a nagy kérdés, hogy Isten mit kér tőlem. Ezért mondja ezt Pál apostol. Rosszat csinálnak veled? Nem azt mondja, hogy ne törődj vele, én sem mondom. Azt mondom, hogy mondd el az Istennek. Kérd el tőle a vigasztalást. De ne add vissza a rosszat.
Mutasd meg, hogy te ismered az Istent. Ez a világosság. Ettől fog világosságot kapni az, aki most még a sötétségben van. Ha kap világosságot, akkor van rá esély, hogy talán majd valamikor ő is az Istenhez tér. És ha már itt tartunk, akkor Pál apostol ezt még fokozza egy picit, mert ugye ez most egy kicsit úgy tűnik, hogy csak mutatjuk a keresztény életet, mintha megint egyedül csinálnám csak. Ugye, már beszéltünk róla a múltkor, hogy Pál apostol itt a második a szakasznak a második felében a közösségre összpontosul, és mondja is, amikor tovább megy, akkor a 18. versben egy sőtet még be lehet tenni, sőt, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ugye ez a folytatása az előző versnek, hogy velem rosszat tesznek. És én mit teszek? Én a jót teszek. Úgy, hogy lássák is az emberek. De úgy az emberektől függetlenül, hogy nem is vagyok velük kapcsolatban. Nem, mert akkor jön ugye az a 18. vers, a kulcsó, itt a békesség, amivel szoktunk köszönteni, áldás, békesség. A Bibliában ez egy borzasztó fontos szó, az a békesség. Az Ószövetségben a héber szó a sálom, ami Salomónak a neve is benne van például. A sálom, a békesség a Bibliában azt jelenti, hogy nem a belső békesség, hogy nekem van békességem, ugye magyarul így szokták használni, vagy szoktuk használni, hogy nekem van békességem. Amikor a Biblia békességről beszél, az azt jelenti, hogy egy kapcsolatban úgy működnek a dolgok, ahogyan Isten akarja. Ez a békesség. Tehát ugye mindig ilyen kifele menő dolog. A békesség nem bennem van, a békesség az az, hogy az olyan dolog, amit meg lehet tartani. A párommal való kapcsolatban én törekszem a békességre, magyarul arra, hogy azt teszem, úgy viselkedem, ahogyan azt Isten tőlem elvárja. A munkahelyemen, ha főnök vagyok, akkor úgy viselkedem, mint egy pásztor. Ha beosztott vagyok, akkor úgy viselkedem, mint egy jó munkavállaló. Lehet itt folytatni a helyzeteket. A békesség az az, hogy én abban a helyzetben úgy viselkedem, ahogyan illik a másik felé. De akár még a kutyával való kapcsolat, a teremtett világgal való kapcsolat, hogy a békesség a Bibliában ilyen széles dolog. Hogy úgy nyúlok a bocikhoz, ahogyan Isten akarja, hogy egy ember viselkedjen egy állattal. És nem másképp. És ugye ennek rengeteg következménye lehet, hogy akkor egy keresztény ember tényleg valóban máshogy viszonyul a természethez, mint olyan ember, aki nem ismeri a Bibliát, mert a békességre törekszik. Tudja, hogy neki van, hogy az embernek van felelőssége. És Isten elmondta, hogy mi a felelősségünk, és hogyan kell bánni. Akár a teremtett világgal, az állatokkal, az emberekkel, hogyan kell viselkedni egymás között. Ugye? Erről beszél itt Pál apostol. Hogy én vagyok a hívő ember, vannak nekem testvérim. Közösen a Bibliában megtanuljuk, hogy hogyan illik viselkedni. Sokszor szoktam mondani, hogy a gyülekezet ugye az a gyakorló tér. Ott tudom kipróbálni, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Aztán a mindennapi életben ugyanúgy próbálunk viselkedni, de nem úgy, hogy mint a farizeusok tették, hogy távolságot tartok mindenkitől, ugye? Csak mi, és akkor egy nagy űr, és akkor ők. És az ők nem is ugyanazon a szinten vannak, mint mi, hanem két szinten lejjebb legalább. Ugye ez a farizeus most. Amikor van különbség, a mi fajtánk és az a fajta között, és van a békesség. Amikor ugyanúgy van különbség az egyik meg a másik csoport között, de akik Isten világosságában járnak, pont arra törekednek, hogy a kapcsolat megmaradjon, csak éppen a békesség áradjon ki, kifele, azokból, akik már világosságban járnak, akik már megtapasztalják Isten áldását és békességét, azok felé, akik most még sötétségben vannak, akiknek az életükben nincs se áldás, se békesség. Ezt rajzolja le itt Pál apostol. És újra mondom, mi olyan társadalomban élünk, és olyan kontinensen élünk, ahol ebből ugye már csak a látszat marad meg.
De látjátok, de azt ezért fel kell fogni, hogy milyen erős az. Voltak itt hívő emberek, akik lehet, hogy akár megszokásból is jártak a templomba, de azért normálisá lett nekik. Az az életforma, ami a Bibliában van. Aztán ez ugye üre kiürösedett, és csak a formák maradtak meg. Aztán most ott tartunk, hogy igazából már a formák se annyira fontosak. Csak még kiteszünk egy keresztet, és az lenne a jel annak, hogy én egy nyugati ember vagyok. Hát csak annak éppen semmi értelme. Ha pont a sötétségben vagyok, akkor kirakhatok egy keresztet, de nem a keresztből fog jönni a világosság. Akkor kapok világosságot, hogy az Istenhez fordulok, ha megértem, hogy miről szól a kereszt. Ja, mi abban az időben élünk, amikor a keresztény közösségnek az áldása szépen eltűnik a kultúrából. De ha megértjük ezt a tanítást, akkor a válasz az nem az, hogy elmenekülünk mindentől, és csak magunkkal kezdünk foglalkozni. Persze először meg kell erősödni abban, hogy mit mond a Biblia valójában, mert nagyon sok furcsa dolgot lehet hallani a világban, de amit megtanulunk, azt gyakoroljuk magunk között, és azt képviseljük a mindennapi életben. Folyjon a világosság, a békesség az emberek felé. Mert ez az egyetlen remény arra, hogy még megtérjenek. Nincs más út. Ezért vannak még mindig gyülekezetek, és lesznek is, amik az Úr Jézus vissza nem jön. Nem a többségi gondolkodás lesz ez. Tudjuk, ez egy kisebbségi gondolkodás lesz, de nem az a kérdés, hogy ki írja a többség, az a kérdés, hogy ki írja a döntő szó. És az Úr Jézusé lesz az utolsó szó. És még van rá remény, hogy megmeneküljenek azok, akik most egyenesen a pokol fele mennek. Nem mi fogjuk őket megmenteni, hogy azt írja, nagyon jól kell megérteni, Isten fogja őket megmenteni, amikor őket megszólítja személyesen. De Isten is hogy csinálja? Isten úgy szokta csinálni, hogy aki a sötétségben van, kerüljön kapcsolatba olyan emberrel, akinek már van világossága, az ő életét lássa meg, akár a gyülekezetet is lássa meg, és érezze meg, hogy egy teljesen másfajta közeg, mint amiből ő jön, és akkor valamikor megjön a megszólítás. Amikor az illető felismeri, hogy jaj, ez akár az enyém is lehet. Amennyiben magamat odaadom az Úr Jézusnak. És akkor nekem is az lesz, ami nekik van. Ugye ez egy folyamat, ez több év. Itt mindannyiunk tudunk róla beszélni, meg tegnap kicsit beszéltünk is róla, hogy ez nem úgy megy egyik napról a másikra. Lépésről lépésre érti meg az ember a dolgokat. Hát Isten ezt tudja. Ezért nagyon jó, hogy nem is mi mondjuk ki akárkiről az utolsó szót, hogy ő hívő, vagy nem hívő, megtért, vagy nem tért meg. Majd a feltámadás után mindenkiről kiderül. Addig azt kell csinálni, ami a mi dolgunk. És bízni az Istenben, imádkozni az Istenhez. Ő megadja az ő áldását, az ő békességét, a megtérést, a hitet azoknak, akiket mi szeretünk, de akik még nem járnak hitben. Amen.